Ez már nem a levezetés, de még nem is a felkészülés. Azok a nyíregyházi játékosok pattogtatnak a Continental Arénában, akik szeretnék karbantartani magukat a nyári időszakban. A kosarasok keddig még reménykedhettek abban, hogy a kiesés ellenére az élvonalban folytathatják, ugyanis az elmúlt 3 évben a másodosztály bajnoka nem vállalta az átcsoportos szereplést. A legutóbbi győztes Vasas viszont jelezte az MKOS elnökségének, hogy nevez a legmagasabb osztályba, így ezzel eldőlt a nyíregyháziak sorsa a 2002-2003 hármas szezont követően ismét B csoportos meccseket láthatnak majd a szurkolók. A játékos keretet is ehhez igazodva alakítják majd ki a klub vezetői. Alapvetően mindenféleképpen az lett volna a cél, hogy egy nyíregyházi magot tudjunk megerősíteni. Tudom, hogy ezt már többször elmondtuk és többször beszéltünk róla, viszont úgy gondolom, hogy mindenféleképpen kell az, hogy legyen egy olyan keretünk, ami a helyi játékosokra épül. Mindenféleképpen ezt kellett volna megszilárdítanunk. Szeretnék megegyezni minél hamarabb a Nyíregyházán játszott, eddig is Nyíregyházán játszott játékosokkal, és szeretném, hogyha jövőre is a mi csapatunkat erősítenék, és olyan mérkőzéseket tudnának játszani, amikben ők önbizalmat szereznek, és egy nagyobb tapasztalatot ahhoz, hogy minél hamarabb a legjobbak között játszhassanak újra. Sitko Jernő elmondta még, hogy szombaton 4 korosztály számára nemzetközi 3x3-as kosárlabda tornát rendeznek Nyíregyházán. Szerb és horvát csapatok mellett pályára lép majd a magyar felnőtt és univerziádi válogatott is.